Magyarország több részén is létszámhiánnyal küzd a Magyar Honvédség, így a Tatai Dandárban is számos betöltésre váró katonai pozíció van. A munkaügyi kirendeltségen Németh Andor őrnagy tartott tájékoztatót a szerződéses katonai jelentkezésről. A katonai toborzásra azért van szükség, mert a Magyar Honvédség alakulatai részén folyamatosan keressük a katonai jelölteket. A katonák szolgáltat vállalnak, és egy idő után van egy részük, amelyik leszerel, és ennek az utánpótlását kell végrehajtanunk. Tehát ez a tevékenység, ez folyamatos, nem kampányjellegű, hanem az év minden napján végezzük. Ez nem egy egyedi megjelenésem. A hét napján, ezen a héten a megye összes kirendeltségét felkeresem, hogy Tatai Dandár részére toborzunk katonákat, ugyanis elég nagy a hiány szerződéses katonából. Tehát szeptemberben, illetve október hónapban lesznek bevonulások szerződéses katonai szolgálatra alapkiképzésre, és ennek a létszámának a biztosítása érdekében van az, hogy most körbejárom a megyét, és mindenhol megpróbálom ezt a katonai szolgálatot népszerűsíteni. Semmiféle harckocsi meg egyéb technikai berendezés nem segíti a munkámat, tehát itt egy egyszerű élőszavas tájékoztatás van. Bízom benne, hogy aki itt eljön a munkahelyi központba, az ugye állást keresi, és megfordult a fejben, hogy esetleg katonai szolgálatot vállaljon. Tehát én annyit tudok tenni, hogy elmondom neki a bekerülés feltételeit, hogyan tud katonává válni, milyen útja, módja van ennek, illetve hogyha bármilyen egyéb kérdése van a katonai szolgálatok, ezt megpróbál megvilágítani, és kedvet csinálni neki, hogy tegye meg ezt a lépést, hogy jelentkezik. Aki még nem volt katonának, nyilván egy általános alapkiképzésen kell részt venni, tehát ezt nem ússza meg senki sem. Itt igazából mindenből kapnak egy kis kiképzést, tehát vannak elméleti, gyakorlati tárgyak, alap katonai feladatokra képezik ki őket. A jogszabályban előírt kritériumok szerint csak az vonulhat katonának, aki betöltötte 18. életévét. Fontos, hogy büntetlen előélete legyen a jelentkezőnek, valamint fizikálisan és szellemileg is egészségesnek kell lennie. Feltétel még a magyar állampolgárság is. A törvény szerint minimum 8 általános iskolai végzettség a minimális iskolai feltétel, de azért erősen ajánlott, hogyha ennél több, bár most az ínséges időkben elképzelhető, hogy ez is elégséges a bekerüléshez. A hölgyek részre ugyanúgy nyitva van a rendszer, nyilván vannak olyan beosztások, ahol kicsit nehezebb a hölgyek szolgáltatását elképzelni, de hogyha valaki ezt rátermetten óhatja csinálni, nem kizárók, tehát hölgyek is jelentkezhetnek. A toborzás az folyamatos, tehát az év bármely hónapjában, napjában az érdeklődők felkereshetik a toborzóirodát, és ott a helyszínen kaphatnak információt a szolgáltatás feltételeiről. Ugyanis ez a toborzás ez nem csak most, ebben a hónapban, ugye említettem a szeptemberi bevonást, hanem az egész évben, illetve jövő évben is tartósan, folyamatosan végezzük ezt a tevékenységet.